Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Megjött a GoPro 10, képzeljétek el. Csak akkor egy állat voltam, hogy microSD kártya helyett sima SD kártyát rendeltem ilyet. Ez egy SanDisk, 64 GB, 17.000 forint volt. És nem jó a GoPro-ban, mert a GoPro-ban microSD kártya kell. Én még nem tudom, hogy voltam ilyen hülye. Nem is tudtam róla, hogy van még ilyen sima SD kártya. Én azt hittem, hogy az SD kártya az már mind mikro. Jaj. Úgyhogy most... Holnap megyek, veszek egy sima microSD kártyát. Bassza meg. Ja, Istenem. Na mindegy. De a GoPro az megérkezett. Hát még nem tudtam ugye kipróbálni, de most éppen töltöm. Na mindegy, de most nem ide tartozik. Ugye megszokhatátok, hogy én gameplay közben is vlogolok sokszor, úgyhogy gézedum, gézedum, és akkor a Doom 2-t fogjuk ugye most tolni. Folytatás ügyi minisztériumba megérkezvén. Jaj. Át kell váltani. Gameplaybe. Param pam 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 pam. Gyerekkoromban nem szerettem ezt a pályát. De túl sok, nagyon nehéz ellenség jött. De aztán rájöttem, hogy igazából nem kell fosni, kölykeim. Szétzúzok én minden szarházit. Főleg ezzel a... ezzel a weapon moddal. De még hatékonyabbak vagyunk. Jaj, gyerekek! Jaj, ne! Na, mindjárt kifüstöljük. Big fucking gunnal. Na-na. Gyere csak ide. Mama. Gyere ide. Anyád. Júj. Hentelés ügyileg vissza kell szokni a dolgokba. Júj, mennyien felszaporodtak itt, nézed már. Hát mi, innen is lőttök, he? Hát honnan nem lőttök inkább? Anyádat már, he. Pam param pam pam param pararam pararam. Jó, hogy a zsörétest így el lehet sütni úgy is, hogy egyszerre csak az egyik csövet sütöd el, hogy a alapjátékban mindig mind a kettőt elsütötte egyből a karakter. Nem lehetett taktikázni annyit. Várj, itt valami gyanús. Valami nekem egy gyanús. Fel lehet ide lépegetni. Oh yes. Die. Die. Vegyem ezt fel. Nem veszem én fel, mert a töltényeim ki vannak maxolva. Húvájá. Titkos helyet találtunk megfele. Hú, akkor átugrottam. Szökkentem egy nagyot. Na, vajon már a géppityút vegyük már elő. Anyátokat! Vegyük elő anyátokat! Ujj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 j
Utána valahogy mindig így dúdolhatnék, amit támad, amikor dumbazok. De tudod mi? A retro feeling hatalmába kerít anyátokat.
Pofán lőttek rakétavetővel. Jó, most velem, hogy mindent bekapok. Hát nem áll, nem kapok én be semmit, max egy pizzát. Olyan dolgokat, amire meg gondolsz most, olyat nem kapok be. At is. Anyám, mi történik vélem? Ne! Mi saját magamat pofán lövöm? Mi történik most? Mi ez a gameplay? El tudod mondani nekem ezt? Nézd, követ ez a szar. Nézzed oda. És követ, és egyszerűen nem tudom lerázni. Na, le van rázva a kecsög. Hát ez már hallatlan, ami itt történik. Egyébként meg. Úgy bizony. Pusztuljon a köcsög. Na. Ne gusztustalankodjál. Na igen, itt a kijárat egyébként, piros kutyakártya kell hozzá. És itt azt hiszem, hogy valahogy át lehet préselődni egyébként, hogyha én nagyon kitartó vagyok, de hát lehet, hogy a Gézi Dumban nevsz nem lehet, ugye? Jaj, hát mindegy, nem érdekes. Mert itt még úgyis van hentelni való. Egyébként soha nem értettem, hogy ennek a pályának mi a lényege, ez a Suburbs. Jó, hát nyilván tudjuk, hogy mi az, de... Nem volt világos számomra. Olyan furcsa, hogy össze-vissza vannak épületek, miért például, hogy... Ez egy izé... Vakajtó. Nem mindegyik rakétája nyomkövető. De nem igaz, hogy megint hátba lőttek. Ja nem, hátba haraptak. Fő a változatosság, mi? Harapás nyom van a hátamon. De már itt is egyébként itt hagytunk minden. Anyán! Hogy? Hát ezt nem hiszem el. Na. Megdöglött már minden. Ja, hogy itt persze múltkor kinyíffantunk, persze. Vagyis hát nagyon drasztikusan pofán lőttem magamat, és úgy döntöttem, hogy ez nem egészséges. Puty, puty! Puty, 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 púruty! Úgyni. Lőjél csak, köcsög! Úgy bizony. Ugye kapsz te is az arcodba, a sima pisztolyból. Úgyni. Fogjon ez is. Úgy ne. Mindjárt kipurcan. Ez az. Na nézzük, ezt le lehet húzni valahogy. Mert én úgy tudom, hogy le lehet. Ezt is ki lehet ám nyitni valahogy, meg ezt is. Csak kell a kék kulcskártyáit se. Amit egyébként megtalálunk nem sokára, hogyha követitek a nyomvonalamat, amiben most megyek. Ugyebár ezt itt megnéztük. Lofütyi. Itt be lehet menni. Ez egy ilyen trükkös fal. Igen, olyan szempontból jó ez a géppityú, hogy gyorsabb,
és ebből fakadóan relatíve erősebb is, mint a sima. Tehát jobban sakban lehet vele tartani az ellenfeleket, csak hát nagyon zabálja a töltényt, meg ugyebár... Nem annyira pontos. Úgy is fogalmazhatnék, hogy pontatlan. Hát... Igen, erre szükségünk lesz egyébként. Nem sokára, ott fent is vannak plazmagánok. Nézd oda. Igen, ez itt zárva van, és hát áthatolhatatlan. Azt mondom, még itt is van egy bejárat, de ez ugyanúgy áthatolhatatlan. Na igen, életerőket gyűjtögessünk, meg ha ezeket akkor lelövöldözzük. Igen, na most, és akkor most jön az a rész, amihez bizony big fucking gun kell. Úgy emlékeztem, hogy ennél sokkal többen fognak jönni. Vagy lehet, hogy csak rosszul emlékeztem a BFG pusztító erejére. Az is lehet. Jó sok sörétes van ezen a pályán. Na de várjál, a piros izét azt megtaláltuk, ott van fent. Már csak oda fel kell jutni valahogy. Mindig nincs meg a kék kulcskártyát, hol? Hogy le van-e? Igen, egyébként valahogy van itt még, azt hiszem, hogy még egy titkos hely valahol. Hol a tökömben van a kártya? Hol nem voltunk még? Gondolom, hogy valahol ott lesz. Itt nincs. Ja, hát persze, tényleg. Ahára most fog jönni az a sok ellenfél, igen. Jól emlékeztem. Most egy picit várunk. Hát most itt rohadt sokan fognak jönni. Jó.
Ide igazán jól jön a God Mode. Úgy né, ezt jól megcsináltuk szerintem. Többit azt már egy rakétavetővel elintézzük. Meg ezzel a jó kis plazmagannal. Au, 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 au. Au, au, au. Úgyné. Nem szaroztak a készítők. Na most már mehetünk akkor a piros kulcskártyáért. Végre valahára. Open up! Persze itt ez se lesz egy könnyű menet. Nem vagyok ma formában, he. Aha. Plasma guns. Jó fincsi hangja van neki. Na várjál. Menjünk visszafele. Na és akkor megvan a piros kulcskártya, tehát akkor mehetünk elméletileg kifele. És úgy látom, mindent megöltünk, minden titkos helyet megtaláltunk, szuperszónikus. Ezt szeretem. Nincs túl komplikálva, meg túl bonyolítva itt a dolog. Úgyne. Szépen ezt kinyitjuk, és már mehetünk is. Ho-ho! 100-100-100! Suburbs. Tenements. Wow. Ó, ez egy híres pálya. Jó lesz majd a következő részben végig tolni. Mert most az ennyi volt ez a rész. Sajnálom. Általában a két pályát szoktam egyben csinálni, csak most ennyire futja. Úgyhogy a következő részben találkozunk. Addig is iratkozzatok fel, meg azt a kis harangszart jelöljétek be. Osszátok meg a videót Facebookon, Twitteren. Stb. Stb. Remélem élvezitek ezt a sorozatomat, mert egyébként rohadt jó. Most nem voltam annyira formában, de hát nem baj, nem mindig jön az úgy össze. Úgyhogy folytatása következik. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új. Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra, nem fogod megbánni.